Kalandorokos pólók, bögrék, táskák, egérpadok és egyéb cuccok, plusz két újabb mintával a webshopban. Linkek a leírásban. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, és biztos, hogy meglepődtetek azon, hogy most vasárnap egy kalandorok részt láttok. Ugyanis ez egy kis külön kiadás, annyi lesz az egészben a lényeg, hogy Andival és Almával fel fogjuk díszíteni egy picikét ezt a kis bázist, amit itt a föld alatt kiépítettünk. Itt van velem Andi, szia! Hello! Úristen, itt van velem Alma is, szia! Te adtok. Most nem értem, Alma, miért vagy ilyen... Na mindegy. Na van, srácok, akkor a lényeg az, itt mi videón kívül feltöltöttük ezt a kis DecoCraft asztalkát, mutatom nektek, ne ütöges, kérlek, van benne agyag, hát nincs teljesen tele, illetve van benne mindenféle színezék, úgyhogy megpróbáljuk valamiféle karácsonyi dizájnnal felépíteni, vagy felépíteni, felépíteni ezt az egész felépíteni. Kis... Ezt a kis egész, az egész kis bázis. Na, Alma, ne, belezavarsz. Na jó, akkor... Igen? Csabi, mi az? Nem üdvözölted a vendégszereplőnket. Ki? Még elhoztam a legjobb barátom, a Csontit. És úgy voltam vele, hogy... Jaj, ne a... Karácsonyban... Ne Andi... Hát, várjál. De... Szóval, mivel karácsony van, lesz egy csomó karácsonyi kaja, és reménykedek benne, egy kicsit hízni fog, mert mostanában elég rossz állapotban van szegény. Kraftol le neki egy sütikét, hát ha kimászik onnan is megeszi. Úristen, Andi, de karácsonyról volt szó, nem Halloweeniről. Na jó, mindegy. Oké. Okay. Mit bántod a barátomat? Csonti. Hallod? Csonti. Na várjál, search, és akkor beírom, hogy Xmas, akkor ki... Nem. Xmas. Christmas. Az úgy... Ok. Xmas. Van egy ilyen, hogy top filter, bepipálod, és akkor ott ki tudod választani azt, hogy holiday. Ó, és nem mondod. Art? Na látod, Andi, ezt még én sem tudtam. Na, mert hát, most úgy mondtam, mint hogyha... Mondtam. Jó. Most úgy mondtam, mint hogyha ilyen nagyon nagy módszakértő lennék. És akkor ezt kellene kraftolni? Egyébként tényleg kevésbe kerülnek ezek igazából. Ó! Igen. Egy picike karácsonyfa. Ennél nagyobb karácsonyfánk nincs. Szerintem kell, hogy legyen nagy. Hova tegyem a karácsonyfát? Van small Christmas tree, meg van sima Christmas tree. Jaj, ne! Valaki kivette! Na jó, én meg beleestem hova be balukba. Hova rakjuk a karácsonyfát? Mi ez az izé köpenyes csávóit? Hallod? Fújja a szoknyáját a szél. Mi? Van szoknyája? Igen. A falusiakat is megünnepeljük, hogy itt vannak. Halljátok, kéne egy kis asztalka, és akkor azon legyen már rajta a karácsonyfa, ez ilyen picike. Az a baj, hogy nagyobbat nem találtam, Andi. Nem baj, jó lesz az úgy. De várjál, hogy Christmas. Hát ha. Christmas. Igen, van a small, de én a simát... Nem, itt van a izé. Aha, csak hogy Andi, ez már 375 clay kell. És? Hát, és már csak 585 van benne. Aha. Ki ez mi volt? Kevés kell hozzá, ki mondta? Kevés kell hozzá, de most a karácsonyfa az jó, az iguánákhoz leraktam egy karácsonyfát. Miért, Andi? Nagyot. Nagyot. De miért pont az iguánákhoz, Andi? Miért nem oda, ahol mindig vagyunk? Most... De hát az iguánáknak nem jár ki a karácsonyból. Nekik elég egy kicsi is. Sajnálod tőlük. Jó, akkor Andi, megint kell agyag, ugyanis már nem tudok mit csinálni. Elfogyott. 210 van benne. Akkor vedd ki az iguánáktól. Vissza lehet amúgy ezeket olvasztani. Hogyha valamit félre kraftoltatok. Nem, semmit nem kraft. Úristen, mekkora fa. Jó, akkor ezt szerintem kiveszem. Szegény iguánák. Általában is ezt... Várjál, Andi, várjál. Kapnak ilyen kicsit. Nézd meg, úgyis kraftoltam egyet. Én kaptam a legnagyobb ajándékot. Ez itt mi? Ide akartam volna tenni a fát. A fát? Ja, de ez ilyen nagyon nagy fa. Jaj, de pici karácsonyfa, szegény. Na jó, iguánák. Tudod mit, Andi? Akkor visszakapják a izét, a nagy karácsonyfát, és akkor a kicsit pedig áttesszük, áttelepítjük oda hozzánk. A kicsit.
Jó. Az iguának megérdemlik. Azon gondolkozom, hogy... Te jó Isten. De ez érdekesen fog kinézni. Agyagra viszont szűk... Ah! Beestem, de hümmögékhez. Hümmögi. Ja igen, ennek akartam mizét csinálni. Valami asztal. Várj csak. Andi, hogyha csinálok egy dekokraftos asztalt, arra rá fogom tudni tenni ezt a karácsonyfát? Ami a kezembe van? Szerintem igen. Jó, akkor csinálok egyet. Már feltéve, hogyha lesz annyi agyag még benne. Mert hogy már csak 210 van benne. Akkor beírom, hogy table. Table. Asztalka. Megnézem, hát ha van még valamelyik látában. Itt van még 5 darab agyag. 5 darab? Igen. Valaki behagyott egy karácsonyfát. Te kevés led. De most... Kevés led. Most... Kevés a led. Na jó, gyerekek. Egy karácsonyfának lőttek. Az a baj. Miért? Megetted? Mert betettem oda a megsemmisítőbe, vagy nem tudom mi az ott. Az jó, visszakapjuk az alapanyagokat. De tényleg? Ki izét? Hokedlit ki csinált? Én csináltam, hokedlit kell a karácsonyfának. A kicsinek. Minek? Andi, majd meglátod. Tobin jobb út. De Andi mindig értetlenkedik, és... Na. Mi az? Semmi. Úgy. A szívecsik is. Gyönyörű szép koszorunk. De jó. Na, oké. Okay. Gyerekek, ez szép. Halljátok, ilyen dísz kéne ide. Ide körbe-körbe, Andi, tudod? Így a fal mentén. Tudod, ilyen, mint a karácsonyfa izzók. Mit? Girland. Girland? De itt nincs girland. De van, Garlandnak hívják. Garlandnak? Én beértem, hogy girl and girland. De Garlandnak írd, és akkor látod. Garland. Ó. Az ki a baj... Ki csinált izét? Oroszlánt. És tényleg, hát ne csodálkozzatok, hogyha elfogy. Hát de, igen. De minek kell oroszlán? Most kajak, tényleg. Itt a hokedli. Alma. A hokedli, a hokedlit én csináltam, Andi, azt hagyott a fa alatt. Jó. Azaz. Ó. Én azon gondolkozom, hogy kellene még agyag, de nagyon-nagyon sürgősen. Azt mondjuk el azért a nézőknek, mert szerintem Alma ez ugye úgy korrekt, hogy elmondjuk a nézőknek, hogy Andi azt mondta, hogy bőven elég lesz az, amit betett ő a rész előtt. És tessék, már azonnal elfogyott. Hát én azt hittem, hogy ennyi elég lesz. Nem gondoltam volna, hogy 800 millió kis karácsony, nagy karácsony ajándékot csinálunk. Hát de Andi. Jó, mondjuk, hogyha Almára bízzük az ajándékokat, ne is csodálkozunk. Hozok egy kis agyagot, jó? De amúgy... ezen múlja. Egyébként jó, utána Andi. Utána jövök veletek játszani, meg díszíteni. A halászléről nem maradjak le, és akkor fúj. Minden király, jó? Jó, csak... Fúj! Megyek, tudom, az ünnepi hangulat. Megyek. Ez mi? Én kidíszítettem a szobát. Úristen! Alma dolgozik. Igen. Alma egyszer azt csinálja, amit kell. Mert csak díszíteni kell, és azt meg szeret. Tudod, gyerekek szeretik a díszítés Andiát. Ja, igen. De jó van. De miért Alma nem így van? Most mondasz, hogy nem tetszik a dolog, hogy itt díszítgethetsz. Nem tetszik. Miért sódert szedek? Hogy nem. Andi! A sóderből bizsút tudunk kraftolni, Max. És akkor Zsiguálnál lesz a karácsonyfánk? Hát, igen. Andi oda tettem, hát tudod? Akkor ott lesz. Alma, az van, hogy te meg én nem érdemeljük meg a karácsonyfát. Az iguálnak igen. Ők vitték meg eddig az életünket, ne vicceljetek. Hát azért én emlékszek arra, amikor én is megvédtem a tiédet, Andi. Én nem. Te meg az első... De troll vagy. Én is emlékszem arra, amikor Alma megölt engem, és aztán bekrösselt az egész játék. Arra én is. Az ittes volt. Ugye lesz csillagszóró, meg közös éneklés a fa alatt. Énekeljünk? Mondjuk Andi, te inkább ne. Hát, Andi ne. Ugye? Én Almától meghallgatnám a csendesét. Elég csendes lesz. Azt garantálom. Akkor jó. Mint egy jó kis család, úgy együtt díszítjük a házat. Én mondjuk leléptem, de mindjárt megyek vissza. Meg vagyunk. És nem vagyunk. Igen, ezt akartam, hogy nem lepődtünk meg. Andi elmegy és agyagot szed. Büdösek vagyunk. Ez ugye... Nem,
csak úgyis karácsony van, együtt van az egész család, tudod, ilyenkor aztán néha jól elépni. De jövök vissza, hoztam egy csomó anyagot. Srácok? Igen. Igen. Kaptok tőlem majd ajándékot, amit ki is tudtok bontani. Most komolyan? Igen. És mi lesz be? Tényleg én nem készültem ajándékkal. Nem árulom el, hogy mi van. Hát karácsony van, hogy árulnám el? Jaj, tényleg? Na, ilyenkor titkolózni kell. Meg egyébként is a Jézuska hozza. Ó, Andi, hát a kohónál nehogy már ne díszítsük fel itt a cuccot. A kohót! Díszítsük fel a kohót. Alma nem nyúlhat hozzá. De közben díszítsük azért föl. Oké, tettem le egy ilyen, a kis hóember van benne. Ja. Ilyen hógömb. Kell még nekem olyan, hogy gyapjú. Van gyapjunk? Nincs. Mi az, hogy nincs? Ugye csak most viccelsz szerintem, velem. Nem, szerintem tényleg nincs, Andi, mert gyapjú... Tudod, volt múlkor, hogy ágyat sem tudtunk csinálni, vagy mi volt. Mi volt? De valahonnan csak tudnánk bugázni. Halljátok, kifejezetten a karácsonyi díszítésre díszítéshez ragaszkodjunk, vagy tehetünk ilyen, mert ezek olyan szép színesek, ezek a gyümölcsös hordók. Mi? Gyümölcsös hordó. Igen. Van benne alma például, vörös alma van benne, csak megsugom. Hát akkor jött ne. Jó, akkor jött ne. Tudomány. El kell szóval mennem, sajnálom, hozzon kell egy apjút. De majd meglátod, ez is a karácsonyi cucchoz tartozik. Szóval nem külön akcióra és expedícióra indulok. Jó van, Andi. Nem vők alma. Ó, de már... De várjál már, Andi, te most már hoztál agyagot? Igen, és bele is raktam. Akkor jó van, akkor azért látom ottan. Jaj, Alma, ne már! Mi? Most ezeket tetted ide? Miket? Ezeket. Ez nem te vagy, ja, itt vagy. Aha. De jó! Nem már! Ez nagyon jó! És ez a... Andi egy mókus kapott! Ja. Andi, mi? Kaptál egy mókust! Hát most lelőtted a karácsonyi ajándékomat. Nem úgy! Majd meglátod. Nem olyan ja. Mókus. Majd meglátod. De nagyon jó! És mik ezek a cumis üvegek, Alma? Hát ezt... Valami tennék is kell. Ja, hogy az az övéké. Azt hittem, azt mi kaptuk. Nem. Mert csak, de akkor is csak három, kettő van belőle, és három állatka van. Hát a mókus az ilyen hal. Milyen vidám. Hol a karácsony gyerekek. Szegény mókus. Amúgy igen, elég vidám karácsony gyerekek. Na. Mindenkinek kellemes ünnepeket, a mókusok ilyen halnak. A mókusoknak ebből nem jutott. Jaj, nem már. Ez nagyon izé. Nagyon... Nagyon morbid, na nem árt tényleg, gyerekek. Nem. Andi, kap tőlem ajándékot. De nem mondd el, mi az. Mekkora gomba? Mit kapok? Nem. De Alma, nem látlak. Mindjárt ott vagyok. Dolgozok. Te? Nem. Az kizárt. Főleg karácsonykor. Amúgy is kizárt, de karácsonykor. Ja, ott vagy. Itt na gyere. Vagyok. Gyere, figyelj. Nézd. Te nem mondhatod el, hogy mi az. Ide teszem az ágya mellé. Hát, végül is. Ugye, hogy biztos örülni fog neki. Nincs nagyobban. Hát. Tudom már, mit kapok. Na, mit kapsz, Andi? Valami boros üveget, vagy ilyesmit. Nő. Mi nem vagyunk olyanok. Nő. Aha. Még megnézem ezt a várat, és hogyha itt van gyapjú, akkor jövök haza. Ha nem, akkor sajnos nem tudtam nektek ajándékokkal készülni, és így nem is merek oda menni már a házunkhoz. Hát, nem tudom. Oh. Alma, elnézzük Andinak, hogyha nem tud ajándékot hozni. Beengedjük attól még? Nem. Nem erre a válaszra számította. Ja. De jó. De, most. Oh, itt még vannak! Jaj, ezt a dungeon-t nem pucolt. Pucultuk ki! Jött a dungeon, hogy nem pucultuk ki. Akkor Alma, lehet, hogy kár volt azt. Meg fogok halni. Andi, karácsony van, ilyenkor nem illik. Ja. Jó. Meg vagy? Megküldtem minden, igen. Jó. Na, hozom nektek az ajándékot. Félek. Miért? Milyen ajándék lesz az, Alma? Mire tippelsz? Még ki kell találnom, hogy mit rakok bele.
Mi az, hogy kecske? Mi az, hogy kecske? Hallod? Kellene nekem színezőanyag. Hát Andi, a színezőanyagból elvileg az összes benne van a asztalban, ja, nem? Igen. Úgyhogy kell szednem virágokat is. Sziasztok! De hallod? Mindig kerüli megtalálja. Mindig olyan, mint te, Alma. Nem is értem. No. Ja? Ja? Ilyen sértegető. Bocsánat, bocsánat. Valahol itt az előbb láttam egy nagy-nagy rózsabokrot. Nagy-nagy. Nagy-nagy rózsa? Nagy-nagy. Nagy. Mi? Mi az, Andi? Itt van egy csikóhal, a rét közepén ugrál. Kijött a vízből, és itt ugrál. Kíváncsi leszek, hogy haladtatok. Hát, Andi, én is kíváncsi leszek, hogy te hogy haladtál. Én? Én nagyon jól. Igen? Most éppen azon vagyok, hogy tök jó ajándékotok legyen. Én most tényleg kíváncsi leszek. Mit találtál ki? Ó, belül itt nem csináltam meg ezt a díszítést. Most már mindegy. Megcsináljam az iguanáknál a falra ezeket a garlandokat. Aha. Ott is megcsináljam? Hát még jó, hát az iguanáknak... Alma? Mi, megfeledkeznél róluk már megint? Andi? Nem, tehát te nem is szeretnéd azokat az iguanákat. Andi? Igen? Andi, nem volt jó, tehát Almára bízni ezt. Most komolyan. Miért? Most már a leendő megfigyelő helyiséget, ahol jelenleg a portál is van, 3 kerti törpe vigyázza. Jaj, nem utálom a kerti törpéket. Egy dolog van az életben, amit utálok a majmokon kívül, azok a kerti törpék. Na, akkor pacsi, a majmokat én is szeretem. De a majmok komolyan szeretnek téged. Nem én. Baj, nem baj, azok mindenkit szeretnek, csak én nem őket. Jaj, jó, most karácsonyban szeretem a majmokat is. Én is, csak ne legyen a YouTube-on majom. De ott van? Hát a, izé, a kalapácsos majom. Milyen? Milyen ez? Kalapácsos majom, tudod, ami nem engedi elindítani a livestreameket. Ja. Nem igen, engedi igen. feltölteni a videót. Azt tudom, hogy egészen érzéki kapcsolat fűz hozzájuk, arra emlékszem. Igen. Mondhatni! A 3 törpe az őr, és középen van a, akit védenek. Mik ezek a izék? Alma! De most te hülyéske? De most ezt komolyan gondoltad? Hát öntözöl a fát. De Alma, te normális vagy? Öntözöl a fát. De Alma, most... Te most rápisíltél a fát? Jó, tudod mit? Oké, ezt így fogom hagyni. És komolyan... Na jó, akkor most titeket nézőket kérdezlek. Ha ti otthon azt látnátok, hogy van egy karácsonyfa, ez lenne ott ráadásul úgy, hogy lebeg. Ti mit szólnátok hozzá? Vagy anyukátok mit szólna hozzá? Addig csak lebeg a levitál a... Ú, Isten, Alma. Csap. Te, Alma. Miért nálatok nem mi levitál az akasztott ember? Alma, te miket csinálsz ide? Hát akasztott ember. Most ezt komolyan? De ő nem ember. A szeretet ünnepe. Igen. Na jó van. Nem nincs fölakasztva, csak kapaszkodik a láncba. Ki ez az izi... What? Na jó, ez nekem itt túl sok, amit Alma csinált. Akkor nézzük az iguanátnál a fa fölötti részt. Majd azt is nem, megnézem. Komolyan nézd meg. Hol vagy? Majd. Várjál, most kint vagyok, mert Alma ajándékához gyűjtöm az alapanyagokat. Hát de kórot a szalát a sivatagban. Honnan tudtad, hogy azt adok? Ó, ismerlek. Most valami újat kell kitalálnom. Alma, ez mi? Mi? Ősember. Nem. Glóriával. Ez mi? Egy angyal. Angyal? Bunkós botol a kezébe? Hát vannak szárnyai. Hol? Hol vannak ennek szárnyai? Tényleg vannak szárnyai. Hát milyen angyal ez? Hát... Öreg. Andi, láttad már, hogy a karácsony fölött mi van? Mindjárt megnézem. Jaj, nem voltál még azóta. Jó, majd nézem mindenképpen. Nekem nagyon bántja a szemem, ma ne haragudj. Aranyos. Mi? Most... Az. Hogy? Na, arra megkérlek titeket, és most tényleg megkérlek erre, Alma, téged is.
Hol van a karácsonyfánk a iguánáknál? Hogy nem bonthatod ki az ajándékot a végéig, gondolom. Igen, igen. És ezt most komolyan mondom. Ma tényleg nem bonts ki. Aj, hogy kellett ezeket elnevezni? De Andi, akkor ne is tett a fa alá addig. Legyen nálad. Nálam lesz, igazad van, az sokkal jobb úgy. Meg sem nézted, hogy mi van a fán. Megnéztem, csak nem figyeltem. Na, gyere már. Mi van a fán? Akkor most megvárjuk Andit, míg ideér, jó? Mindjárt, még el kell mennem valamiért föntre. Hát Andi, mi már elég szépen földíszítettük, de Alma! Igen? Ezeket tényleg, ezeket a... ide kell tenni? Igen. De ezek itt nem néznek ki jól. Meg kakukos óra. Almánál a karácsonyi díszítés. Kakukos óra, oda, ahova az ember nem is szokott fölnézni, de nem baj. Ott szoktak lenni, mert amikor kakukkal, akkor nézel fő. Ó, srácok. Ha? Azért igen? Ezt nehogy már kihagyjam. Mit? Hát mit? A Rubik kockátot. Jaj. Hát azért ez ki ne maradjon már, de hova tegyem? Megvan, a kóhóhoz teszem. A kóhóhoz még hozzá ide. Zsír. Na jó, mindjárt hazamegyek. Gyere, Andi. Mindjárt. Te jó atya úristen. Bocsánat, rám támadtak. Nem számított zavra. Úgy nekem jött. Gyerekeknek való karácsonyi rész. Andi sikoltozik, mint akit nyúznak. De ez az egész rész alatt. Hát meg is nyúztak. Amúgy tényleg az egész rész alatt. Meg is nyúztak. Megvan Mikkel. Valami kis kandalló. Mikkel! Mik! A kis! A kis. Tényleg ők kapnak majd valamit karácsonyra? Nem. Nem árulhatom el, mert bent vannak a szobába. Jajj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 aj
mert ugye ezt a részt karácsony előtt veszük fel, természetesen szenteste nem Minecraftozunk. Nem. Ja. Csontinak elfelejtettem ajándékot. Remélem nem tudja meg. Ma elmondjuk majd neki. Majd fordítsuk el, nehogy észrevegye, hogy ti kaptok, és ő nem. Fordítsuk el. Fordítsuk a fal fel, úgy legalább nem fog kiesni se. Na jó, én végeztem. Megvannak az ajándékok. Szerintem mi is. Még ezt a kis cukorkást talált akarom eltenni valahova. Hát, hogy szegényt itt nem is díszítettük föl. Ja, de. Alma, te még ide is tettél? Aha. De jó. Na nézem, hogy néz ki a bázis. Szegény virágok, nem kaptok semmi díszítést. Amúgy igen, Alma, de nem hozunk semmit. Itt sincs semmi. Mi ez a mókus? Ez almalé, ugye? Itt a korsóban. Hát jó. Igen. Na hát én is így gondoltam. Mi ez a vaj? Ja, ez egy fésű. Mi? Oké. Okay. Azt hittem, az egy vaj. A kohóhoz remélem nem nyúltál, Alma. Ne. Van benne valami? Nincs benne semmi, jó? Nincs. Mert Alma kivette. Kiöntötte. Na akkor nézzük a iguánánál a fát, Andi. Az a lényeg. Kik ezek a szerelmes izék itt? Most nézd meg! A fa fölött, Andi. De miért csöpög rá a víz? Hogy ne hervadjon el a fa. De nézd meg, lebeg a csapa semmibe. Nem lebeg. Akkor mit csinál? Levicsál. Csodálatos. Jó. Na akkor ajándékozunk? Ajándékozunk. Hát én nem tudtam becsomagolni, de majd odadobom nektek is, kész. Almáit raktam már le. Csabét valamiért nem engedi. Lehet emiatt. Jó, ez Almáé, ez pedig Csabé. Merry Christmas from Doggy Andy. És van benne egy pigpet. De aranyos. Ez így te, de jó. És ezt te így kiírtad? Vagy ez hogy? Nagyon szép, tök jó. Igen. És te mit kaptál, Alma? Egy almát, meg egy almapetet. De jó. Még kell megütni. Megdobtalak az almámmal. Jaj! Látod, almával dobálok. Nem. Almahatalom. Hú, de sokat csebez.
Na jó van, akkor nagyon szépen köszönöm, Mandi, a magam részéről. Akkor Alma, most te fogsz ajándékozni, vagy én jövök? Én jövök. Na nézzük. Én Andinak egy nagyon szép dolgot küldök. Jó, csak ne repülj annyira fölém. Ez mi? Hát ez egy gamer lány. És általában a gamer lányokat jobban nézik. És így hátha jobban néznek, ha van a hátad mögött egy gamer lány. Te gonosz vagy! Jaj, a kutyád! Várj, csücsül. Csücsültesd rá a gamer lánya. Igen. És én mi történt, csont? Én is kapok valamit? Igen. Mit? Fordulj meg. Ó. Ó, nem mondod! Egy hatalmas nagy zongorát! Köszönöm szépen! Várj, tudok rajta játszani? Semmi nem jár mellé, mert nem érek föl oda. Hallod? Nézd meg! Majd elhozzuk a hókedlit, amire a karácsony feladott. Oké, hát akkor most én jövök. Akkor én viccesre vettem a dolgot. Andi, te kapsz egy ilyet. Igen. Parancsolj. Mi ez? Mi? Ez egy boszorkányüst. Tudják, kocsvasztani bármit. Köszönöm. Alma, te jössz. Hol vagy? Itt vagyok. Parancsol. Egy WC-pumpa. Budipumpa, igen. De ezt miért kapom? Nem tudom. Na hát. Nem tudom. Azt hiszem, én jobban jártam. Na jó, akkor egyezünk ki annyiba, hogy Andi ajándéka volt a legjobb. Oké? Okay? A leghasznosabb. Főleg Almának egy tolába dobálni. És táncol rajta, hogy forgolódik rajta. Ez a rúttáncos, budi rúttáncos. Budi rúttáncos. Jó, nagyon jó. Jaj, a csíkos malac. Mekkora vagy? Ugye milyen nagynak tűnik? Nézd meg! Úristen, azt nézzetek, milyen nagy ez az Andi. Jó dagi. Milyen malac, milyen nagy malac lett. Visszaváltozok akkor is farmeri. Jó. Na srácok, hát ennyi volt a karácsonyi külön kiadás, ez egy soron kívüli rész volt. Nyilván, hogy a következő résszel, tehát a 30-kal, azzal ugyanúgy fogunk jelentkezni a következő pénteken, szóval nem vontunk le a részekből egyet sem ezzel a résszel. Ez csak egy kis plusz volt nektek, amolyan meglepetésszerű rész. Szeretnék nektek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni, teljesen szeretetben, boldogságban, békességben. Sziasztok! 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 Elmaradt az ének! Yeah.